A zenélős AI videóm alatt bizony többen lebuktak, hogy olvasták a leírást is, és nem csak a homlokukkal fejelgették a lejátszás gombot, mivel ott felvetettem, hogy ha valakit érdekel, akkor szívesen összedobok egy anyagot arról is, hogy hogyan is sikerült összehozni a muzsikát. És bizony ez a videó lenne az. Szóval kottafüzetet gyorsan készítsétek elő, intro, aztán kezdünk is. Szóval az egész dolog úgy kezdődött, hogy hallottam, hogy van ez a Suno nevezetű móka, ahol lehet jó kis zenebonát kreáltatni a mesterséges intelligenciával. És mivel korábban volt a ChatGPT-vel és a Midjourney-vel kapcsolatos anyag is a csatornán, gondoltam, hogy ez is elfér majd itt. És ha már ugye a ChatGPT, akkor bevallom, hogy a zeneszerző karrierem az úgy indult, hogy meglátogattam a jó öreg szövegíró robot barátomat, és megadtam neki pár kulcs szót, hogy miről kéne dalolnia majd nekem. Mivel mostanában visszatértem a Cyberpunk varázslatos világába, így eléggé kézenfekvő volt, hogy valami ezzel kapcsolatos legyen a téma most. Az alábbi paramétereket adtam meg. Cyberpunk tematikájú legyen a szöveg, tehát technológia téma érintve legyen, illetve az, hogy az emberek a technológiai rabjai és függenek tőle. Legyen szó még arról, hogy a megavállalatok uralják a világot a kormányok helyett. Ilyen vállalatok például az Arasaka vagy a Militech. A hangulata a szövegnek lehet kicsit komor, hogy éreztesse, hogy a világ egy kilátástalan hely, a szöveg meg legyen mondjuk három verszak. Eredményül pedig ezt kaptam. Aha, kibernetikus szívünk dobban, sötétben kerestem. Jó, életünk egy tervezett játék, hajszálnyi távolba. Ez egyrészt eléggé értelmetlen lett így, másrészt a GPT bár sok mindenre jó, de a rímelés az biztosan nem az erőssége. Minden esetre vázlatnak tökéletes volt az eredmény, mert azt csinosítgatva, alakítgatva jutottam el végül ahhoz a korán sem tökéletes szöveghez, ami hallható lett a kész változatban is. Azaz, hogy csak majdnem, mert a késznek itt kis szövegemmel a hónom alatt ellátogattam a Suno oldalára, ahol elkezdtem kísérletezgetni különféle kulcsszavakkal, úgyhogy megadtam a hozott dalszöveget. Aztán rájöttem, hogy mi az, ami nem nagyon tetszik a szöveg tagolásában, és elkezdtem vele legózni, hogy melyik verszak hányszor ismétlődjön, és pár kör után azért ez letisztázódott, úgyhogy mehetett a variációk próbálgatása. Itt olyan kulcsszavakkal lövöldöztem, mint a cyberpunk metal, hard electric, dark mood, floating electric, female vocal, dubstep, sad mood, sőt, még a rappet is próbálgattam, hogy abból mit hoz ki az AI. Aztán a nagy variálások közepette megszületett az általatok is hallott verzió, első 2 perce. Mert hogy a Suno csak 2 percet tud maximum kitolni magából, viszont van lehetőség, hogy folytassuk a számot ott, ahol abba maradt, így megtoldva újabb 1 perccel. És mivel a végeredmény 3 perc 14 másodperc lett, így könnyen kitalálhatjátok, hogy kétszer is éltem a folytatás lehetőségével, ezeket pedig Adobe Auditionnel összeillesztettem, és már szinte kész is voltam. Gyakorlatilag hip-hop, mint a villám, nagyjából olyan 5-6 óra alatt. Ami meg valljuk be, hogy azért annyira nem gyors, ugye? Egészen pontosan 77 generált hangsávból sikerült megszülnöm azt a 4-et, amire nekem végül szükségem volt. Persze nyilván egy zeneszaki ennél gyorsabban is meg lett volna, és ahhoz képest, hogy én nem nagyon foglalkozom muzsikagyártással, azért szerintem nem lett vállalhatatlan a végeredmény. Nyilván erre még rájött a klipkészítés is, ami egy újabb 3-4 órácskával tovább tágította az időkeretet, de az már igazából nem tartozik a zenekészítéshez szorosan. Viszont, amire rájöttem a próbálkozások alatt, az az, hogy egyelőre a Sunoval nem lehet komplett zenei albumot készíteni 5 perc alatt, amit aztán Hans Zimmer meghallgatva a nyakába akasztott kötéllel rúgja ki maga alól a hokedlit, tudván, hogy neki innentől amúgy befellegzett. Ennek egyik oka, hogy vannak még bugok, melyek nem igazán segítik az önjelölt karmesterek munkáját. Volt olyan, hogy egy zeneszáma szövegem második szavától indul csak el, annak is a felét elharapva. De megesett még az is, hogy néhány mondatot úgy énekelt fel az AI, mintha valami amerikai popstar próbálna magyarul énekelni, tehát konkrétan akcentussal. És hát nyilván ugye ezek a trackek nem voltak használhatóak semmire, még ha amúgy tetszett is az alap. És a hibákon is túl vannak még olyan egyébként eszenciális funkciók, melyek egyelőre nincsenek a Suno repertoáriában, vagy legalábbis én biztosan nem találtam ezeket. Az egyik, ami szerintem ultrahasznos lenne, hogy az alapot és a vokált azt szeparáltan le lehessen tölteni külön hangsávok alatt, így ha egyik vagy másik tetszene csak, akkor azzal lehetne tovább dolgozni a jövőben. És ennek a funkciónak a másik fele pedig az lenne, hogy vissza is lehessen tölteni ezeket a sávokat külön-külön, és az AI tudjon vele komponálni.
mert hogy képzeljük mondjuk el, hogy madárcsicsergős énekhangom van úgy alapból, és én felénekelek egy csodálatos gyermekdalt, mint például a Cloud Connected az Inflames-től. Bizony csuda jó lenne, ha az AI erre keverne valami alapszerűséget, és így azért jóval használhatóbb is lenne a Suno, mert nem csak a nulláról lehetne építkezni. Persze én teljesen biztos vagyok benne, hogy a jövőben rengeteg új funkcióval fog bővülni még az AI. Minden esetre azért megint jó volt egy kicsit ledöbbenni és borzongani, hogy hol is járunk a mesterséges intelligencia fronton. A legközelebbi viszont találkozásig én mindenkinek hosszú és eredményes játékot kívánok, legyetek jók, sziasztok!